Egy adag előfőzött tésztát egy hosszú kanál segítségével forralt vízben 8-10 másodpercig főzzön, majd vegye ki. Öntsön a tésztára szúszt, majd adjon hozzá több mint 10 féle hozzávalót, például kockára vágott sárgarépát, pácolt zöld babot, metélőhagymát, és végül egy kanál illatos szezámmártást. Ízlése szerint még chili olajat is adhat hozzá. Ez a fogás a Kínában népszerű wuhani forró és száraz tészta. A helyi környezet egyedi tulajdonságai mindig különlegességeket adnak a helyi lakosoknak. A wuhani emberek számára a forró és száraz tészta nem csak reggeli, hanem a lelket is táplálja. Wuhanban sokan a forró és száraz tésztát választják első fogásként reggelire. Az utcákon és sikátorokban mindig látható, hogy reggel akár az idősek gyerekek, akár irodai dolgozók, diákok ott az étteremben fogyasztanak, vagy elvisznek egy tál forró és száraz tésztát. A többi tésztát egyszerre kell készíteni a nyerstől a főttig. A forró és száraz tészta félkész termék. Bármikor elkészíthetjük, amíg jönnek a vendégek. Nagyon kényelmes és gyors. A forró és száraz tészta jellemzőit a neve elárulja. Amíg lehűl, a tészta a nedvesség hiánya miatt gyorsan összeáll. Így nem lesz finom, melegen kell fogyasztani. A forró és száraz tészta fogyasztásához jól kell keverni a tésztát. Fentről lefelé egyenletesen keverjük össze, úgyhogy minden tészta szál szezámmártásos legyen. Csak jól összekeverve kaphatja a legfinomabb tésztát. A forró és száraz tészta alapanyagai nagyon gyakoriak, ám az elkészítése nagyon egyedi. A tésztának kereknek, nem laposnak kell lennie. A szezámmártást nem vízzel, hanem szezámolajjal kell hígítani és összekeverni. Ugyanakkor gyorsan kell enni. Állítólag egy tál tészta elfogyasztása nem haladhatja meg a 6 percet. Ez is pont a wuhani emberek karakterét és kultúráját reprezentálja, akik elgondolkodók, de egyben merészek és durvák. A wuhani emberek számára a forró és száraz tésztának olyan íze van, ami az egész életüket végig kíséri. A forró és száraz tészta az ízlelő bimbójukon élő szülővárosuk. A Mósz sivatag szélén található kis falu modern vidéki arculatú. A nyugalom mögött a változás csendesen zajlott le. Régen kis darabokra volt osztva a föld, nem lehetett megművelni. Rizst egyáltalán nem tudtunk ültetni. Miután a század elején beindult az urbanizáció folyamata, sok fiatal és középkorú falusi lakos a nagyobb városokba ment dolgozni. A falusi földeket nem művelték. A kis részekre osztott földön extenzíven gazdálkodtak. Ez alól Mágyi Gaú sem volt kivétel, amikor a falunak sürgős reformra volt szüksége. Egyes falusiak nagy akadályt jelentettek, közülük Wuhangang is. Akkoriban attól féltem, hogy a kollektíva megeszik, megiszik mindent, és semmi sem marad nekünk. Akkoriban nem értettem az egész lényegét, csak rosszra gondoltam. 2017-ben Mágyi Gaú bevezette a falusi tulajdonjogi rendszer reformját, miszerint ösztönzik a parasztokat, hogy saját földjüket tőkeként használva vásároljanak részvényeket a falusi kollektívától. A falusi csoportok egységesen igazgatják, művelik a parcellákat, és a megszerzett jövedelemből minden család a földjének mérete és családtagjainak száma alapján arányosan osztalékot kap. Nagyon nehéz volt. Néhány földműves a falusi pártitkárunkat és igazgatónkat kritizálta, sőt majdnem veszekedtünk. Egyenkénti rábeszélés után Wu lassan megértette a földreform előnyeit. Bérbeadom a földet, amelyen a kollektíva gazdálkodik. A fölösleges munkaerő városokban dolgozik. A reform tényleg jó.
A kis részeket összevonva fokozzák a földhasználati arányt. Lehetőséget biztosítanak a nagy területen folytatott mezőgazdasági gazdálkodáshoz és az iparosodáshoz. Így nagyobb a gazdasági hasznuk is. A földművelés alól felszabadult munkaerő más tevékenységekkel foglalkozhat. A jövedelem forrásai diverzifikáltak, és azonnal jelentkeztek a szegénységfelszámolás eredményei. 2019-ben a faluban az egy főre eső átlagjövedelem elérte a 18 ezer juent. Mindenkinek van étele, mindenki jólétben él, valóban jó a kollektíva. A gazdasági helyzet javulása gyökeresen megváltoztatta Mádzsi Gaú arculatát. A korszakkal lépéstartó változások mennek végbe a kínai falvakban. A különféle színes hímzőszálak az ujjak közötti tűkkel oda-vissza járnak a tiszta fehér alapszöveten. Aztán varázslatosan jelennek meg az élénk formák. Ez Kína egyik tradicionális hímzése, a Han hímzés, amely a mai Hubei tartományból ered. A Han hímzés öröksége több mint 2000 éves múlttal rendelkezik, nagyon dekoratív, és a hímzővázlatok mind eredeti tervezések. Hubei a kínai tavaszok és őszök korszaka Chu fejedelemségének területén helyezkedik el. A Chu kultúra és népi szokások mélyen befolyásolták a nagyszámú kulturális örökséget, ideértve a Han hímzést is. A hagyományos Han hímzések rusztikus és merész stílusúak, élénkszínűek és erős kontrasztúak voltak. A hímzés minták elsősorban virágokat, állatokat és vallási motívumokat formáltak, valamint a piros, a zöld, a sárga, a fehér és a fekete színekből a legélénkebb árnyalatokat alkalmazták. Esztétikai szempontból azonban a jelenlegi művek téma és színvilága viszonylag monoton. Régen a Han hímzés viszonylag durva volt, de most nagyon finoman csináljuk. A hagyományos Han hímzésektől eltérően Wang Ziyi minden munkájának az öltésekhez és a színsémákhoz kapcsolódva saját ötletei vannak. Ő és mestere Huang Shenghui több új hímzési módszert talált fel, és új technikákat alkalmaztak. Például a halpikkelyek hímzéséhez ugróöltést használtak, hogy a halpikkelyek háromdimenziósabbak legyenek, vagy a nagyon finom részek hímzéséhez egy vastag sejemszálat több vékonyra osztottak szét. Ezek az innovációk élénkebbé és hatásosabbá teszik a hímzéseket. Manapság az esztétika megváltozott. A mintáink kiemelik a Chu fejedelemség kultúrájának romantikáját, az alaknak okosnak és elegánsnak, a technológiának pedig kifinomultnak és egyszerűnek kell lennie. Az innováció során meg kell őrizni a hagyományos kézművességeket és elemeket, de be kell mutatni a különböző kortárs esztétikai fogalmakat is. Noha a gépi hímzés megjelenésével megvalósult a hímzés olcsó és hatékony tömeggyártása, a Han hímzést az egyedi tervezésének és technikájának köszönhetően nem helyettesíthetik a gépek. A kultúrának gyökerei vannak, a technikának nincsenek határai. Ezzel a hittel több Wang Ziyihez hasonló hagyományos kézműves mester továbbfejleszti és erősíti a Han hímzés kultúráját. Őszi barackvirágvíz, jó minőségű fekete bab, rengeteg tejsav baktérium. Vajon mi a Yulin tofu titka, hogy felkerült a kínai földrajzi területek jellegzetes termékei közé? Még éppen csak pirkad, de Wang Youxian már megkezdte zsúfolt napját a tofu készítő műhelyében. 38 év alatt folyamatosan újakra cserélte az eszközeit, de a finomságok alapanyagai soha nem változtak. Helyi, jó minőségű fekete bab és az őszi barackvirágvíz, vagyis a helyi természetes ásványvíz. Csak helyi vizet használunk, az itteni ásványvizet, édes az íze.
De hogyan készítenek tofut az alapanyagokból? Először a babot beáztatják. Ez általában 4 órán át tart, de Von Gurnál ez a művelet legalább 6 órán át tartó folyamat, mert minél tovább van vízben a bab, annál simább és puhább lesz a termék. Amikor a bab elég vizet szívott magába, ledarálják. Így kapják meg a sűrű babkását. A következő lépés a szűrés. Ekkor szép fehér léhez jutnak. Ezt nagy edénybe öntik. A forrás után készül belőle az egyik melléktermék. Mégpedig a szójatej, amely sok kínai számára mindennapos reggeli. Azonban az egésznek csak kis részét adják el szójatejként. A nagyobb részre a következő lépés, azaz az aranyérintés vár. A folyékony alapanyag megszilárdítása a legfontosabb és legcsodálatosabb lépés, amelyhez mindenképpen kell koagulátor. A lé teljesen természetes, ez határozza meg a tofu keménységét. Ha jó munkát végzünk, akkor a tofu nagyon lágy és finom lesz. A koagulátor hozzáadása után a szójatejben lévő fehérje gyorsan pelyhesedik. A kicsapódásokat összegyűjtik, majd kétszer összenyomják. Minden alkalommal 15-25 percig préselik. Az így készült tofu szép kocka alakú lesz. A kifolyt levet nem öntik ki, hanem elteszik. Egy nap savasodás után újra alkalmazhatják koagulátorként. Egyre élénkebb az utca. Wang Youxiang első adag tofuja is elkészült. A vevők folyamatosan érkeznek a friss tofuért és a friss szójatejért. A holnaptár szerinti első hónapban készítjük a legtöbb tofut, majdnem 500 kg-ot. Új évkor ajándékként is veszik a helyiek. Wang Youxiang aranyérintésével a fekete bab szép tofuvá változik, majd a tehetséges szakácsok kezében csodálatos és ízletes finomságokká lesz.